Juhász Tamás vagyok, transpersonális terapeuta. A Transpersonális Pszichológiai Légzés Intézetben Hétköznapi Esemény Horizontok címmel írtam szakdolgozatot, melyet 2013-ban megvédtem. Majd azon gondolkodtam, hogy ezt a gondolatmenetet mi módon tudnám valami terápiás módszerbe átültetni. Ekkor jelentkeztem egy integrál szemléleti családállítói képzésre, ahol 2015-ben vizsgáztam. Amit ma szeretnék önökkel röviden ismertetni, az egy modell, melynek segítségével talán van lehetőség a Ruppert-Szeldrék féle morfogenetikus mezőből, illetve a Hellingeri mindentudó mezőből kivonni a meddő teljesítményt, és ezáltal felgyorsítani és hatékonyabbá tenni a mező munkáját úgy, hogy a Hellinger által kidolgozott rendszerhez nem nyúlok hozzá. Ehhez az univerzum által felkínált legjobb homeopátiás mintázatot találtam, melynek a Hawking-sugárzás eseményhorizontos modelljének pszichokondenzátorként való működtetése a családállításban címet adta. Hawking azt mondta, hogy a kvantumfizikában a tér sohasem üres. Az univerzum energiája folyamatosan részecskepárokat gerjeszt, egy pozitív és egy negatív. Tehát anyag és antianyag. Igen ám, de ezek olyan gyorsan összeütköznek, hogy egyből kioltják egymást. De ha ez a részecskepár egy fekete lyuk eseményhorizontja közelében keletkezik, akkor a negatív bezolna a fekete lyukba, a pozitív pedig Hawking sugárzásként energiát hőt termelve az eseményhorizontról visszajön a mi világunkba, a negatív pedig bezuhan a fekete lyukba, elpusztul és elveszti az információt. De John Preskill nevű másik fizikus azt mondta, hogy az információ nem vész el, hanem ástruktúrálódik. Ezen sokáig vitatkoztak, végül Hawking belátta tévedett. Nekünk a családállítás szempontjából fontos, hogy a fekete lyuk a mezőnek nélkülözhetetlen eleme. Most nézzünk erre egy-két szinkronicitást. A pszichológiában klasszikus tanmese a szublimációra, hogy pszichopata szurkálós személyiség, élet elhárító mechanizmusa, ha képzi magát és sebészorvos lesz. Itt nézzük az egészet egy energia halmaznak. A pszichopata rész megy a fekete lyukba, a Hawking sugárzás, a megoperált gyógyult beteg, a sebészorvos pedig a fekete lyukon áthaladt szublimálódott antianyag. Ezt a mechanizmust nevezem ástruktúrált visszacsatolásnak, ami talán az univerzum egyik legalapvetőbb interakciója. Na nézzünk még egy példát. Az anyamé is egy fekete lyuk. Az antianyag a megtermékenyített petesejt, az apa-anya, mint szülőpár, ugye a Hawking sugárzás, a kisbaba pedig az ástruktúrált teljesen új minőség. Most definícióként kijelenthetjük, hogy a mező szelfie a fekete lyuk. Mint ahogy az embernél a határtalanból feltörő energiákat a self sublimálja, fogyaszthatóvá teszi az ego számára, ugyanezt teszi a fekete lyuk a mindentudó mezőben. Kivonja a negatív mintázatot, és a rendszeren áthaladva számunkra hasznos mintázatként megjelenik a térben. Ezért pszichokondenzátor. Olyan, mint a fénycső armatúrában a kondenzátor csökkentve meddő teljesítményt, fázist javít. Tehát tulajdonképpen itt a Hawkingot, Hellingert és a fénycső armatúrát beraktam egy turbőzgépbe és összekevertem, és ebből jött ki ez a modell. És most nézzük a lényeget. Hogy kerül ez a családállítási rendszerbe? A válasz egyszerű. Ezt az eseményhorizontos modellt berakom a mezőbe képviseletbe. Ez a pozitív és negatív részecskepárképződés szerintem egy végtelen információs óceán, ezért a múlt, jelen, jövő összes ismeretét tartalmazza. Nem véletlen adta Hellinger a mindentudó mező nevet. A szingularitásban egy pontban voltunk. A kvantumfizikai korreláció bizonyított. Mi magunk vagyunk a mező és egyben a része is. Mivel ezt papíron leírtam, szervezet. A szingularitás, mint ős fekete lyuk, a mező alfájos omegája. Ezért a modellem a legősibb asztronómiai jelenséghez van visszacsatolva, emiatt az én szimbólumrendszerem egy végtelen ősenergia a homeopátiás lenyomata. Így egyben a rendszer egy holisztikus csomag. Ajánlom, hogy nézzék meg
Hawking univerzum a 2/3 és a 2S kísérletet. Állításnál az állítónak a Husserli fenomenológiai mindenféle logikus és morális reflex előtti zónában kell maradnia. Ez a zóna véleményem szerint megfelel a 2S kísérlet megfigyelői státuszának, amikor részecske mintázat jön létre a falon, ha nincs megfigyelő, akkor hullámszerű. Ezért a családállításnál a rendszer automatikusan megcsinálja az ágystruktúrát visszacsatolást. Azt, hogy milyen mértékben, ez már a mező döntése. Hogyan használjuk a modellt? Például, amikor egy állításnál már nagyon sok a képviselő, nehezen látjuk át a rendszert. Akkor behívom valakit, te legyél a mező, selfie a fekete lyuk. Ti ketten fogjátok meg egymás kezét, egyikötök legyen az a polaritás, mely most segít a mező munkáján, a másik pedig az, amelyik a fekete lyukon visszacsatolódva, meghatványozott energiával támogatja a mezőt. Nem kell feltétlen megnevezni a polaritást pozitív vagy negatív. Lélekmozgásban majd a mező megoldja. Minden állítónak a megérzésére bízom, hogyan használja a rendszert. Bármire ránézhet, lehet használni szabadon. Most elértünk oda, ahol etikailag nagyon megfontoltnak kell lennünk. Ugye állítás daganatos betegre. A tudomány azt mondja, hogy egyes genetikai mutációk hajlamosíthatnak bizonyos tumoros betegségekre. Ahhoz, hogy egy ilyen betegség kialakuljon, még rengeteg összetevőre, alkotó részre van szükség. Mi történt a négy születési mátrixban? Tudattalanul kötődünk el a tigerhez, tettes áldozatviszonyok, kirekesztés, munka, család, életmód, környezet, stb. De az összes alkotórésznek is megvan a mintázat a mezőben. Ahogy megyünk előre az időben, az alkotórészek működésének a viszonya Ludwig von Bertalanffy rendszerelmélete szerint létrehozhat a mezővel egy olyan negatív szinkronicitást, mely eredménye egy onkogénné vált sejtburjánzás lehet. Tehát kialakulhat a rákbetegség. Erről is állíthatunk klasszikus módon, és az állításba betehetjük a modellt képviseletben, családtagok, szimbólumok mellett. De önállóan is alkalmazhatjuk az esemény horizontos struktúrát reprezentásokkal, be lehet tenni képviseletbe a sötét energia és a sötét anyag univerzális arányát szimbólumként, hiszen a szervezetben levő sötét energia töblete lehet a rákos folyamat mozgatórugója vagy a sötét anyag hiánya. De a modell működik, és valami kivonódik, és csökken a meddő teljesítmény a rendszerben, megtörténik az ágystruktúrát visszacsatolás, akkor az eredőerő már nem lehet a rendszer elmélet szerint az a negatív szinkronicitás, ami fenntartja a rákos folyamatot. Józan paraszti észre, mivel a világ fraktálszerű, úgy a szabadesésnél a légüres térben az egyenletből kiesik a tömeg, itt akkor kiesett a rák, na itt lép közben az etika. Mindenki, aki ilyen problémával szembesül, tartsa be az orvosi utasítást, de ettől függetlenül kipróbálhat egy esemény horizontos állítást, ha úgy érzi. De ilyen még nincs. Csak mostantól, hiszen én is próbaképp ránéztem a rendszerre, és családom állítottam ezzel a módszerrel, és ezért is teszem közzé. Mindenki, aki állítással foglalkozik, úgy érzi, hogy a willbeli lét a megfelelő szintjén áll, akkor etikus, felelős magatartással, saját belátása szerint működtesse a módszeremet szabadon. De miért is teszem közzé? Nyilván, aki akarja, használja. De viselkedjünk úgy, mint egy-két egzotikus szigeten élő majom populáció. Valamelyik egyet kitalál egy új módszert, hogy törje fel a kókuszdiót, és lám, a morfogenetikus mező elterjeszte a modellt a többi szigeten is, hamarosan már minden majom használja. Vagy mint a termeszek, egyénként mászkálunk, de ha próbálkozunk a modellel, és eléri az állítások száma a kritikus tömeget, mint a termeszek létszáma, felépülhet az új szellemi termeszvár, és azt veszük észre, hogy nyakunkon a paradigmaváltás. De ebből én csak jól tudok kijönni, mert ha működik, akkor hasznos, de ha hülyeség, az sem baj, mert az egész megy a fekete lyukba, és ástruktúrálódás után valaki fejébe megszületik valami zseniális alkotás. Tehát mindenképpen jó. És végül, miért pont most teszem közzé? Ilja Prigogin,
orosz származású Nobel-díjas kémikust idézem. Ha egy rendszer eléri alkalmazkodásának felső határát, a rendszer kaotikussá, instabillá válik, végtelen gyenge állapotba kerül. A rendszer válaszútra jön. Vagy eltűnik teljesen, vagy újra struktúrálja önmagát egy magasabb szinten, ez a kvantumugrás. Az új struktúra semmiben sem hasonlít az előzőre. Egy más valóság szerint működik. A megoldás egy másik tudati szintről érkezik. Nézzünk már egy kicsit körül a világban. Ami nem fog persze elpusztulni, mert az égi főnök nem a cserben. De a kvantumugráshoz a legkisebb hatás is beindíthatja a dominót. Ami lehet például egy ilyen végtelen primitív modell is, mint az enyém, vagy valami hasonló. Köszönöm a figyelmet!